Védettségi igazolvány, angol nyelvű igazolás, negatív PCR vagy antigén gyors teszt. Bár beköszöntött a nyár, külföldi utat tervezni továbbra sem annyira egyszerű. Országonként más és más utazási feltételek vannak érvényben. Annak érdekében, hogy a nyaralás valóban a kikapcsolódásról szóljon, fontos tisztában lenni az aktuális szabályokkal. Az elmúlt napokban a kormány Ciprussal, Marokkóval, Albániával és Ukrajnával is megállapodást kötött arról, hogy kölcsönösen elfogadják egymás védettségi igazolványait. Júliustól pedig várhatóan jön az Európai Unió egységes COVID igazolványa, ami jelentősen egyszerűbbé teszi majd az utazást az unión belül. Hosszú várakozás után végre beköszöntött az igazi nyár. A korlátozó intézkedések enyhítésének hatására pedig sokan az üdülés tervezésébe kezdtek. Ebben az utazási irodában is megnőtt a forgalom. Egyiptomba szeretnénk menni, és 4 éves a kislányunk, és még eddig nem voltunk vele sehol, és most már szeretnénk vele egy kicsit világot látni, kirándulni. Ezért döntöttünk Egyiptom mellett, mert nagyon szépek a szállodái, meg nagyon jó az ellátás. A régóta tartó bezártság után sokakat a koronavírus miatti bizonytalanságok sem tartanak vissza a tengerparti nyaralástól. Most már elindultak a foglalások is, és várhatóan ez a nyár, amennyiben nem történik valami különösebb, kiszámíthatatlan dolog, várhatóan ezen a nyáron azért már nagyon sokan el fognak jutni a tengerpartokra. Az aktuális híreket azonban nem árt figyelemmel kísérni, hiszen szinte napról napra és országonként változnak a beutazási feltételek. Kell a igazolvány, kell PCR-teszt, nem kell PCR-teszt, kell a regisztrációs lap. Tehát egyelőre eléggé, hát nem azt mondanám, hogy kaotikus, de még bonyolult. Ez most forja ki magát szerintem. Miután elindulnak az első járatok június vége felére, már fogjuk tudni konkrétabban, hogy mire lehet számítani. Addig marad az alapos utánajárás. Jelenleg annyi biztos, hogy Magyarország már több mint 15 országgal kötött megállapodást arról, hogy kölcsönösen elfogadják egymás védettségi igazolványait. Az elmúlt napokban Ciprussal, Marokkóval, Albániával és Ukrajnával is eredményesen zárultak a tárgyalások. Így a már beoltott ukrán és magyar állampolgárok szabadon, teszt és karantén kötelezettség nélkül utazhatnak a két ország között, függetlenül attól, hogy milyen oltóanyag biztosítja a védettségüket. Természetesen a tárgyalások továbbra is zajlanak. Szeretném, hogyha még néhány megállapodást az elkövetkezendő hetekben nyílbe tudnánk ütni. A külföldi utazásokat az Európai Unió egységes COVID igazolványa teszi majd jóval egyszerűbbé, ami várhatóan július 1-től lesz elérhető. Az Európai Unió országain belül ez szabad utazást fog biztosítani, tehát azzal a rengeteg információval, hogy kell-e most valakinek teszt, kell-e regisztráció, kell-e karanténba vonulni, akkor kiutazik, és amikor viszont ez hihetetlen bonyolult a nemzetközi utazásoknak a világa Európában, az Európai Unión belül, ezzel itt ebben a térségben nem kell akkor foglalkozni. A szakember hozzátette, a közvélemény kutatásokból jól látszik, hogy idén is többen inkább a belföldi nyaralás mellett döntenek majd. Akik pedig mégis külföldi úti célt választanak, azok saját szervezés helyett inkább az utazási irodák által kínált csomagok közül választanak.